Sziasztok, szeretet üdvözlök mindenkit, ez a Mafia 2, én Dani vagyok, és a Videó Betyárok című csatornál hát vezetjük így a srácokkal, és engem megelőzve a fiúk már raktak fel pár videót, intrót, hasonlókat, és én a Mafia 2-t szeretném nektek bemutatni, mint egy ilyen próbajáték, vagy gameplaynek is nevezhetjük, és hát lássunk is hozzá, röviden a sztori. Annyiról szól, hogy van egy olasz fiatalember, aki a családjával Amerikába költözik, majd bemegy a háborúba, mert bajba keveredik, és vagy a börtön, vagy a háború. Majd amikor visszajön, akkor a családja adósságba keveredik, és most az a lényeg, hogy pénzt kell szerezni, és van ennek a fiatalembernek egy Joey nevezetű barátja, aki segít neki különböző ilyen maffia megbízásokkal pénzt szerezni. És hát akkor növeljük egy kicsit az életerőt. Amerikai kell. Na, akkor nézzük meg, mi folyik itt. Igen, és ilyen különböző megbízásokat is lehet majd csinálni. Gondolom vannak ilyen mellékküldetések. Úri emberek vagyunk, adjunk neki. Hoppá. Hát nem bírta sokáig. Na, ezzel is gyűjtetünk egy kis pénzt. Szóval igen, amit mondtam, ez egy, hát nem olyan régi játék, de elég régen játszódik, és én már egyszer végigvittem ezt a sorozatot, ezt a játékot, mert ugye az egyen még nem játszottam, mert ez a második része, és nekem nagyon megtetszett. És úgy gondoltam, hogy akkor nem vigyük végig még egyszer, de ha már itt vagyok, akkor csináljak róla egy ilyen bemutatót, hogy másoknak is megmutassam, hogy mennyire jó ez a játék, véleményem szerint. Nekem az egész, hoppá, elnéztem. Az egész játékban nekem maga ez a régi stílusa, az emberi viselkedésmódok, az épületek, meg a kverdák tetszenek nagyon. Osad Harrynél Kingstonban. Rendben. Szóval mindenféle megbízásokat kell csinálni. Hát a legtöbb igen illegális verekedések, lopások, a legtöbb küldetés. Maga a játék nagyon szépen ki van dolgozva, elég jó grafika. És a 2K Games csinálta ezt a játékot. Az egész játéknak van egy kis GTA beütése. Bár én szeretem ezeket a fajta játékokat, nem mondom, hogy rosszak. Na. Itt is volnánk. Úgy jó középre. Automata. Mintha semmi nem történt, óvatosan kell hajtani, figyelmeztettek.
sajnos nem szabad ladulni, bár ezzel a kocsival nem igen lehet. Jajaj, csokolom. Hát, remélem van biztosítása a néninek. Te rendőr bácsi, nem már. Jaj! Basszus! Nézd már a szemed elé! Na, szóval újra itt. Bedomom a cumót a akkor. Jó, akkor itt vagyunk most ezen a hídon. Most nem kéne elcseszni. Hop-hop, átférek. Soha nem kopik le. Nem is kell. Na, végre egy kis izgalom. Headshot. Na. Megkeresem a közt a kövér embert. Na, szóval menjünk arra. Egységben az erő. Berugom, én ugom be. Mit akarsz? Mit akarsz? Hoppá! Kéne meghalni? Itt robban minden. Szia! Szia! Na! Na! Hát ez... Azért. Ez a maffia cváj mindig okoz meglepetéseket. Töltsünk újra. Mondom, itt lesznek emberek. Hello, szia! Jól vetődik. Jaj! Na, szóval újra itt. Sok vérengzgatás után. Nem lesz, én a... persze! Neked olyan fegyvered van. Hello, szia! Hello, szia! Csókolom! Szia! Töltés. Szia. Töltsünk. Jó. Elég sem. Snake. Aj. Hát az szépen elkaptam pedig a karját. Lövi a falat. Jó, hát akkor azt hiszem. Itt a... Ja, nem. Még mindig van. Még mindig vannak. Hányan vannak? Na. Mondta, itt a vége. Itt van az a... kövér fasz. Na.
Hú. Kemény. Na jó, akkor köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt a Mafia 2 bemutató, és... Hú. Gusztusos. És remélhetőleg csinálni fogok még pár bemutatót a közeljövőben. Nyilván belemegyek egy-két pályába, és majd azokat fogom még bemutatni. És hát akkor a viszontlátásra.